Sorozatunk befejező részéhez érkezett. A 80-as és 90-es évek 16 bites gépeit láthatjuk itt. Beszélgető partnerem ismét Mári Zsolt gyűjtő, és szintén az ő gyűjteményét láthatjuk itt. Amit ezekről ugye tudni kell, Amiga gép. Ha jól tudom, nagy konkurencia volt a Commodore-nak, illetve az Atari-nak, és ha jól tudom, ezek a te kedvenceid. Igen. Miért? Annyiban kiegészíteni, hogy az Amiga az a Commodore cégnek a gyártmánya, az Atari pedig ugye az Atari 2600-as gyártó Atari cég, az Atari ST-ről van szó, igen. Egymásnak konkurenciái. 16 bites számítógépekről van szó, 80-as évek közepén jelent meg mind a kettő, ugye Commodore 64-es Spectrum, a bemutatott két legfontosabb számítógépük 8 bites processzorra épülő gépek voltak. Mind a két gépnek egy nagyon fontos és nagyon érdekes története van. Kalandregény jellegű volt mind a kettőnek az elkészülte. A történet az Amigánál 1980-as évek elejéhez nyúlik vissza, 82-be, amikor is az Ataritól eljött fejlesztők egy része elhatározta, hogy egy nagyon-nagyon forradalmi és nagyon szuper képességekkel bíró számítógépet fog fejleszteni, ami a korát meghazudtoló képességekkel fog bírni. Ez 1984-85-ig tartott ez a fejlesztés, melynek során komoly pénzügyi válságba került a kis fejlesztő cég, és honnan is jött volna segítség? Hát az eredeti anyacégtől, az Ataritól, akik 1 millió dollár körül összeget adtak kölcsönbe ennek a cégnek, abban bízva, hogy majd az Amiga jogait meg tudják szerezni így olcsón, vagy mindenfajta jogi akadály nélkül. Igen, ám csak, hogy a piacon történt egy nagy változás, 1983-as videójáték válságról beszélünk, amikor hatalmas veszteségek keletkeztek a piac szereplőinek. Így az Atari 1983-ban csődbe ment, és az eredeti tulajdonos, a Warner Bros. Volt akkor a tulajdonosa, értékesítette a cégnek a videójátékos részlegétől elválasztva a számítógépes üzletágat. Itt jön a képbe az a Jack Tramiel, aki a Commodore cég alapító tulajdonosaként 1984-ben, fogalmazunk úgy, hogy kénytelen volt eltávozni a saját cégéből, hiszen a Tramiel sajátos vezetési stílusa miatt, illetve üzletpolitikája miatt a cég részvényeit birtokló ugye nagyobb részvényesek úgy döntöttek, hogy itt az ideje megválni a cég alapítótól, tehát kirúgták a saját cégétől Jack Tramielt. A Tramiel akkor már képben volt az Amigával, a Commodore cég is pályázott volna az Amigára, és szerette volna megszerezni, de mivel 84-ben őt kirúgták a cégtől, így új vizekre kellett teveznie. Pénze volt elég, ott volt a csődbe ment Atari, amit szétválasztottak ugye a videójátékos és a számítógépes részleget, így jelképes egy dollárért, de nagyon kevés pénzért, tehát 1-2 millió dolláros összegért megvásárolta az Atari cégnek a számítógépes részlegét, és azt gondolta, hogy mivel ugye jogilag az Atari pályázhat a legkönnyebben az Amigára, mint szuper számítógépre, ugye az előbb említett kölcsön miatt, ezért egyenes az út, ővé lesz az Amiga. Igen ám, csak hogy a Commodore hosszas, ugye már Tramiel nélkül, hosszas licitálása és hosszas húzavona után kedvező árat ajánlott az Amiga licensz jogaiért, így végül Tramiel hopon maradt az Atari cégével, és ott maradt Amiga nélkül. Na de hogy mégis Atari is tudjon robbantani a piacon, elhatározta, hogy nagyon rövid fejlesztési idővel, tehát kevesebb mint fél év fejlesztési idővel, tegyük zárójelbe az Amigát, már 3 év fejlesztették akkor, megjelenik a piacon egy számítógéppel, ami összevethető lesz az Amigával. Ez lett az Atari ST nevezetű sorozat, amelyik megelőzte ugyan megjelenésében, piaci megjelenésében az Amiga 1000 számítógépet, viszont a rövid fejlesztési időnek köszönhetően korlátozottabb képességekkel bírt. Az Atari ST ugyanarra a Motorola 68000-es processzorra épült, mint az Amiga 1000,
Amit itt most csak azért nem láthatnak a nézők, mert az én példányom az a Szegedi Informatika Történeti Kiállításon van kiállítva. Reméljük, hogy hamarosan az is újra megtekinthető lesz, ugye a járványhelyzet elmúltával. Na nézzük, hasonlítsuk össze a két gépet. Ugye Motorola 68000-es processzor, megegyezik. 512 kB RAM alapképítésben az Atari ST-ben és Atari ST 520-ban, illetve az Amiga 500-asban, vagy az Amiga 1000-esben megegyezik. Viszont az Atari ST egyszerre csak egy szoftvert tudott futtatni. Az Amiga már az 1000-esben is multitasking operációs rendszerrel működött, tehát egyszerre több szoftvert tudott futni, akár 3-4 is egymástól függetlenül, és akár egy zenelejátszás, szövegszerkesztés, táblázatkezelés, vagy egyéb szoftverek is futhattak egyszerre. Ez az egyik legfontosabb különbség az operációs rendszer szintjén. Operációs rendszerre mind a két gépnek a Macintosra bevezetett és piacra futtatott grafikus operációs rendszer volt, tehát ebben nem volt különbség. Az említett több szoftver egyszer futtatása képessége volt az Amigának operációs rendszertéren a legnagyobb különbsége. Az Atari ST grafikus képességei jócskán gyengébbek, rövid fejlesztési időről beszélünk, ugye. Míg az Amiga 1000-es vagy az Amiga 500-as akár 4096 szín megjelenítésére volt képes egyszerre, az Atari ST ezt jóval kevesebb színt tudott csak megjeleníteni, tehát maximálisan 32 szín tudott egyszerre a képernyőn megjeleníteni. Bár az elterjedése annak volt köszönhető az Atari-nak, és a színek végül is abban a szerepben teljesen feleslegesek voltak, hogy monokróm monitorával és a beépített MIDI vezérlési képességével nagyon komoly stúdió technikai eszközé nőtte ki magát a piacon. Gyakorlatilag a 90-es évekig a zenei piac meghatározó szereplője volt, ugye a digitális vezérlésű MIDI jelekkel történő vezérlésű szintetizátoroknál alkalmazták ezeket a Atari ST számítógépeket. Gyakorlatilag a verseny során, az Amiga és az Atari versenyzése során mindig előrébb járt technikailag az Amiga az Atarihoz képest. Ennek ellenére az értékesítési darabszám az Atari ST-nél nem volt annyival kevesebb. Többek között azért is, mert nagyon sokan irodai célra használták, szövegszerkesztésre, táblázatkezelésre, nyomdai munkákhoz is rengeteget használták. Míg az Amiga mindvégig játékgépként maradt, annak ellenére, hogy a nagy dobozos verziók, tehát a fejleszthető PC-házi jellegű verziók pedig profi célokra is készültek. Tehát filmek feliratozására, komplet filmek, animációi készültek ezekkel a gépekkel abban az időben. Az Amigáról még egy nagyon fontos tudnivaló, nagyon fejlett hanggal rendelkezett. Korát meghazudtól, ugye 1985-ről van szó, 4 csatornás sztereó hanggal rendelkezett, 8 bites digitális mintavételezésű hanggal, ami az Atari piacon vásárolható, ugye elektronikai piacon vásárolható egyszerű hangcsikpéhez képest ég és föld volt. Árba volt-e különbség? Mert mondta, hogy az Atari-t hát majdhogy nem ugyanannyi darabszámot vettek meg az Amigából. Ez köszönhető volt esetleg az árkülönbség? Nagyjából egy árban volt a két számítógép. Ugye fontos versenyzési szempont volt, hogy ne legyen sokkal drágább az Atari ST az Amigához képest. Így tudott versenyezni vele a gyengébb képességei ellenére is. Ez érdekes nagyon, hogy ugye van egy gyengébb gép, de majdnem ugyanannyit vesznek belőle. Igen. Már ugye valószínűleg azért, mert az Amigának azt a többlet tudását azt nem nagyon tudták kihasználni. Gyakorlatilag játéktéren ki tudták használni, ugye forradalmasította szinte, azt lehet mondani a számítógépes játékpiacot az Amiga, de mindvégig megmaradt játékgépként. Hát akkor lehet azt mondani, hogy mondjuk a háztartásokban még inkább Amigát vettek, addig a cégeknél meg Atariban dolgoztak, igen. Irodai gép. Abban az időben ugye a PC-k irodai felhasználása, ugye a nyugati piacról beszélve, kevésbé terjedt el. Rugalmasabb és jobbak voltak az Atari ST-k, mint a PC-k annak idején. Zsolti, nagyon szépen köszönjük ezt az 5 napos bemutatást. Ugye indultunk a Commodore-tól és visszaérkeztünk igazából akkor a Commodore-hoz, az Amiga személyébe. Hát
most már úgy gondolom, hogy azok a fiatalok is, akik mindenféle laptop csodákon, meg tablet csodákon nőnek most fel, egy kicsit bepillantást nyerhettek a régi idők számítógépeinek a világába, és megismerhették azokat. Én bízom benne, hogy a digitális témahét kapcsán annyira sikerült fölkelteni a figyelmet, hogy esetleg a mai fiatalok is, akik ma az iskolapadban ülnek, kicsit visszanyúlnak ezekhez a gépekhez, megismerik őket, netán játszanak játékokat is, vagy munkákat is csinálnak vele, és hát ha belőlük is lesz valaha olyan gyűjtő, mint Mári Zsolt barátomból, aki bemutatta a saját gyűjteményét. Zsolti, nagyon szépen köszönjük! Köszönöm. További kellemes napot kívánunk neked is, a nézőknek is, és hajrá! Merjék bátran használni a régi csodákat! Köszönjük szépen! Nagyon kívánok!